Köszönjük az Úrnak, hogy szerezte az úrvacsorát. Amikor most a héten kétszer is rossz voltam a szívemmel, és a másodszorra már egy kicsit már kezdtem már kétségbe esni, hogy mi lesz velem, mert ilyenkor az emberek minden rossz jut eszébe, és olyan jó volt, telefonált a Timivel, telefonáltunk, és a bűnbocsánatról, meg kegyelemről, így ahogy meghallottam, hogy szól, és rögtön beugrott, hogy most ilyenkor, amikor te rosszul vagy, akkor ne a bűn jusson eszedbe, hanem az, hogy megbocs, hogy mindent elvett az Úr. Hogy képes vagy-e arra, hogy merjél azt gondolni, hogy nincsen bűnöm? Mered-e ezt gondolni, nincsen átkom, nincs bűnöm, mindent elvett, mindent magára vett. És az ő egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tett. Az ő vére által teljesen tökéletes vagyok, mert az ő egyetlen áldozata örökkévaló szellem által történt, ezért örökké érvényes lesz. Mindig érvényes, mert örökkévaló szellemben történt. Mindig érvényes. Senki nem veheti el, hogy meg vagy szentelve az egyetlen áldozattal. És nincsen semmi előtted, Isten és te közötted. Mered-e azt gondolni, hogy úgy mehetek az Atyához, mehetek Jézushoz. Jön a Szent Szellem. Jön, mert nincsen semmi köztem. Egyáltalán nincsen. Egy kicsi kétség sem. Vagy beleégett valami a gondolkozásunkba. És láttam, hogy küzdenem kellett azzal, hogy tényleg nincs. Nincs, Uram. Nincs. Itt vagyok, és te most jobban leszek, mert te itt vagy. Jobban leszek. Mert nincs semmi köztem. Nincs bűn. Jöhet a segítség. Jöhet. Minden. Az imádat az, hogy egy vagyok vele. Teljes mértékben együtt vagyunk. Én, te benned, te, én bennem, a mi szellemünkben ez jött létre. Isten egyesült a szellemünkkel, és egyek vagyunk, mert minden el lett véve. Minden. És merem ezt teljes mértékben gondolni, hogy tényleg nincsen. A feltétel együtt az, hiszel-e, hiszed-e, hogy én benned vagyok? Ha megváltottalak, akkor tényleg mindent félre raktam, és komolyan én csókollak, és te csókolsz, és megölellek, és megbékélt, és tényleg megbékélt. Halleluja! Félretett mindent. És ez olyan csodálatos, hogy amikor, és tudom, hogy nyitva van minden felülről jövő segítség, nyitva van az ajtó, és jön, és leföl mennek az angyalok, amikor azt mondta Jézus, hogy leföl fognak menni, meglátjátok megnyílt egget, és meg is kell, hogy lássuk, mert a szívünkbe van, aki miatt. Lakozzék Krisztus hit által a szívet, aki miatt leföl mehettek az angyalok. Másik az, amikor azt szerettem volna, nem akarok hosszú lenni, az ő testével és az ő vérével való közösséget jelenti, és Zsuzsival vettünk múlt sárnap úrvacsorát, és teljesen átjárta az, hogy
tulajdonképpen ott nem az olyan értelemben Krisztus testéről, mint a szellemi testéről van szó, hanem az ő tulajdon testéről van szó, amit megáldozott. Tehát azzal való közösségről van szó, tehát az ő tulajdon vérével és az ő tulajdon testével való közösség az úrvacsora. Vagyis olyan, mintha te oda mennél a kereszthez és megérintenéd. Ezzel való közösség. Ez a jog, hogy te megérintsed. Tehát nem itt átváltozik meg ilyesmi, hanem ez közvetíti azt az igazit. Az örökkévaló szellem az azt jelenti, hogy most én megérintelek téged. És most nekem igaz minden. Élvezhetem a te megváltásodat. És úgy tényleg most én megérinthetem a te sebeidet, és élvezhetem a te véred felszabadító hatalmát. Amikor a Jeruzsálembe, ott van egy kő, ahol Jézust megostorozták. Már szerintem elkopott nem több centit, szerintem már métert is. Mert mindig ráöntenek olajat, és leszedik, hát ha, ahol megostorozták Jézust, hátra, ha egy mikron, egy molekula Jézus van ott valahogy. És az olajat leszedik, és viszik a betegekre, hogy megkenjék olajjal. De nekünk az úrvacsorában valódi megérintésünk lehet. Az áldozattal való közösség, valódi megérintésünk. Azt mondja, mert az ige azt mondja tényleg, hogy az a testével való közösség és a vérével való közösség. Halleluja! És megérinthetjük, és életet vehetünk, és gyógyulást valóban nem automatikus. De ha ezt hittel meg tudod tenni, akkor átélheted, hogy ahogy más nem érintette meg a hiába volt a tömegbe Jézus, de a vérfolyásos asszony megérintette. És valóban az úrvacsorában megérintheted őt. Lehet, hogy sokan nem érintik meg, de megérintheted. Hittel veszed. Amen.